A Fekete Balog István vitézi drámája alapján Lénárd Róbert átiratában született meg 2017-ben. A darab a fogyasztói társadalom elleni lázadásról szól. Szerencsére sikerült megtartani a lényeget, tehát az információk szükséges része az átjött, úgyhogy remélem, hogy követhető volt a történet. Tehát nem ment rovására az érthetőségnek az, hogy itt-ott váratlan pillanatok, fordulatok történtek az előadásban, hanem egy egységes egészet tudtak kapni a nézők. A mű egy alternatív Szerbiába kalauzolja a nézőket, ahol az idegek pattanásig feszültek a szerbek és a törökök között. Itt aztán lehet játszani, hogy a színészi szabadság az teljes mértékben megvan adva, ami sokkal élvezhetőbbé teszi a színész számára. És úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem mindenki más várja ezeket az előadás temetéseket, hiszen ilyenkor egy más világ tárul elénk természetesen. Az előadás temetése korábban szinte megszokott jelenség volt, manapság azonban egyre ritkábban találkozhatunk vele. Ez az utoljára játszani, eltemetni az előadást, ez azt jelenti, hogy a rendezéshez képest, ugye, és a úgy mondjam bepróbált cselekményekhez képest a színészek, de gyakran a technika is, ugye különböző meglepetésekkel fognak majd előjönni, amely meglepetés ugye egyfelől a közönség számára is meglepetés lesz, ugye a korábbi rendezéshez képest, de bizony a kollégák számára is majd meglepetés lesz. Az előadás a színház 46. születésnapi programjának lezárása volt. Feketép címen került a műsor füzetbe, utalva ezzel a darab tovább gondolására.